Ezt a barlangot is, mint sok mást az országban, a nép nevezte el. A vizes és felső járatokban a levegő áramlása gyors a külső hőmérsékleti és légnyomási értékek ingadozásának függvényében, így a húzat jelenléte állandó a járatokban. Nyáron a levegő a vizes járatból áramlik ki, télen az egyes száraz járatból, olyannyira, hogy a növényzetre vastag zúzmara réteget húz. A húzat és a víz zúgása egy suttogó, susogó hangot idéz elő, ami nagyon erős a vizes járatnál, ha nagyobb vízmennyiség ömlik ki a szájon. Valószínűleg erről a suttogó hangról kapta a barlang a nevét. Tarisznyás Márton múzeológus történelemtanár számos népmondát gyűjtött össze vidékünkről, beleírtva a sugó barlang mondáját is. Eszerint arany csöpög a cseppkövekről, melyet vedrekbe gyűjtenek a barlang mélyén. Sziasztok! Mai műsorunkban a sugó barlangot fogjuk bemutatni. A sugó barlang Székelyföld és hát szükebb értelemben Harghita megy egyetlen turisztikai jelentőségű barlangja. És hát ennek a szép kis barlangnak a kutatás történetét és a jelenét fogjuk bemutatni. Hát a sugó barlang kutatás története valamikor az 1860-as évekkel kezdődik, amikor Gyarmati József írások fejezésbe Sipos oldalába elásott kincsekről mesél. Aztán 1930-as években Orosz Endre írja le legelőször a sugó barlangot, mint barlangot. Itt mögöttem látható a legendás sugó barlang, a jelenleg ismert sugó barlangrendszernek a legalsó járata, a patakos járat, a vizes vagy aktív járat. És hát ez volt a leghamarabb felfedezve, és a helyi lakosok is, mint barlangi forrást, mint karszforrást, ezt ismerték a leghamarabb. A fölötte levő részeket az sokkal későbben, majd az 1960-as évektől arra tárják fel, és készítik el a barlang jelenleg ismert térképét is. A sugó barlang egy cseppköves barlang, térségünk legjelentősebb cseppköves barlangja, egy úgynevezett kis iskola barlang, amiben megfigyelhetők a cseppköves barlangokban előforduló képződménytípusok és barlangi formák, eróziós és korróziós formák. Ezeket a formákat majd, mikor felkerülünk a felső járatba, a fosszilis járatba, a száraz járatba, ott fogjuk majd megfigyelni. A vizes barlangnál itt nagyon szépen látszik a kontaktzóna is, a bal oldal a mészkő, jobb oldal a kristályos pala, és itt a kontaktzónán fakad vagy forrik a sugó pataka, tehát gyakorlatilag ez a sugó pataknak a forrása. Innen a barlang legalsó járatából az aktívból ered. A sugó barlang 1021 méteres összhosszával a keleti Kárpátok egyik legjelentősebb cseppkőbarlangja. A változatos cseppkőképződmények megcsodálhatók egy 300 méteres körtúra megtételével. A barlang bejáratához egy meredek, de jól kiépített útszakasz vezet. Arannyal kapcsolatos a legenda. Sugó barlang plafonjáról csepeg az arany, ami vidrekben van felfogva, 7 évente velik fel 3 viderrel az arany. Hát ugye ezt a tetemes mennyiségű kincset keresték a barlang első felfedezői, akik nem barlangászok vagy tudós emberek voltak, hanem kincsvadászok. Nehezen volt követhető, hogy az arany helyileg hol helyezkedik el, és hogy kik, mikor viszik el ezt az aranyat. Fordítva patkolt lovakkal jöttek érte, 3 személy, 2 férfi és egy nő. És hát ezért volt nehezen követhető, mivel a nyomok más irányba vezettek, ugye, és ezért nagyon-nagyon nehezen volt követhető és kikövetkeztethető, hogy az aranyat a barlang melyik pontjáról honnan veszik ki, honnan viszik el. Jelen pillanatban ismert a vidreknek a helyzete, csak azt persze nem tegyük mi se nyilvánossá, nem hozzuk a tudomásotokra, hogy hol találjátok meg ezeket a kincseket. Ez egyelőre maradjon a mi titkunk, nem áruljuk el nektek. Hát ahhoz ugye, hogy az ember esetleg sejtést is kapjon róla, hogy hol találhatnak ezek a kincsek, ezért kérünk szépen, hogy gyertek el és nézzétek meg, próbáljátok meg, hogy kitalálni, hogy hol található ez a tetemes mennyiségű arany. Az előbbiekben meglátogattuk volt ugye az aktív járatot, ami 1000 méter tengerszint fölötti magasságon volt, és most megérkeztünk a
felső foszilis járathoz, amelyik 1060 méteren van. Említettük ugye, hogy egy emeletes barlangrendszer. Gyakorlatilag 60 méter szint különbséget tettünk meg, ami egy jó 30 emeletes épületnek a magassága. Gyertek, akkor nézzük meg, miről van szó. Az első teremben a felfedezők emlékének állított tábláról tudhatjuk meg a legfontosabb információkat. Ezt a termet öltözőnek nevezik. Beérkeztünk a barlangba, az első terem volt az öltöző. Az egykori felfedezők itt hagyták az Armani kosztümjeiket és overallt húztak magukra és belelendültek a barlang felfedezésébe. Most bejutottunk a tanácsterembe, látható, hogy válmagasságig ér az egykori hordalék, és ebben a hordalékban, amit az egykori vízfogyás ugye hátrahagyott, megtalálták ezeket a szalámikat, ezeket a hengereket, ezek nem mások, mint letört cseppkövek, de nem a kártékony fehér ember törte le, hanem a földtörténet során voltak olyan események, például egy erősebb földrengés, amikor ezek letörtek, és ezt találjuk a hordalékban. Innen rájöttek, hogy ez egy cseppkőbarlang, és azért tanásterem a neve, mert mindig nehéz volt lapátolni, ásni. És itt eldöntötték, hogy tovább ásnak, hát hogyha olyan termeket találnak, ahol ezek éppen megtalálhatóak, és így jutottak be a felfedezők csarnokába, és akkor lássuk, hogy mit fedeztek fel. A felfedezők csarnokában lenyűgöző látványt nyújt a számos cseppkőformátum, cseppkődrapériák, cseppkőoszlopok és oszlopsorok, amely sok helyen sajnos letörve található. A mindent a szemnek, semmit a kéznek felhívás igen nagy jelentőséggel bír idebent. Több száz éves képződményeket tehetünk tönkre egyetlen mozzulattal. Többféle barlangi képződménye létezik, most egy oszlopot mutatok be nektek, amely a stalagmit és a stalaktitnak az összenővéséből jött létre. Mennyezeten láthatók a stalaktitok. Ugye mészkőben vagyunk, és a mészkőben vannak apró repedések. A felszínről beszivárognak a vizek, amelyek savakot is tartalmaznak, és kioldják a kalciumkarbonátot, és amikor bejut az üregbe, különbözőképpen rakodnak le, ami a mennyezeten rakodik le, azok a stalaktitok. Tehát a vízcseppből kiválik a kalciumkarbonát koncentrikusan a cseppkőnek a csúcsán. A vele ellentétes képződmények a stalagmitok, amelyikek a padlón nőnek felfele, és az a kalciumkarbonát építi, ami nem rakodott le a stalaktiton. A stalaktitok növekedéséről annyit, hogy több tényező befolyásolja, ugye a víznek a savassága, a mészkőnek az állapota. Hogyha át van kristályosodva a mészkő, akkor nehezebben oldható. Viszont átlagban 0,2 mm per év, tehát 5 év alatt nő 1 mm-t. Úgyhogy azért kell nagyon ügyeljünk rájuk, mert egy rossz mozdulat és több ezer év munkája mehet kárba. A különböző álló és függő cseppkövek érdekes formákká alakultak. A székely észjárásnak hála a leglátványosabb képződményeknek nevük is van. Továbbiakban bemutatnék nektek egy-két érdekes képződményt. Ez itt a pulykakakasnak a feje, ez pedig az elefántfej, ormány és agyarak. Most láthatjátok az óriás bagolyszemeket, alatta pedig az a foghíjas, az anyószáj. És vele ellentétben láthatjátok az após szájt, evidens a méretbeli különbség. Most a kínai pagodákat látjuk, előtérben van a Buddha szobor, tőle balra látható Jancsi és Juliska, jobb oldalán egy karácsonyfa, és picit tovább a Mikulás hátán a puttonya. Középpontban látható a Madonna, a szűzanya, háta mögött a Szent Család, ha megfigyeljük, bal oldalt van egy fekete köntösben egy pásztor, kezében egy fehér pásztor mondta. És a függőcseppkövek, stalaktitok változatos formáit figyelhetjük még meg. A súgóbarlang cseppkövei a barlangüreg kialakulása után fejlődtek ki, az alapanyaguk kálcit és aragonit. Ez utóbbi főleg a borsó cseppkövek esetében. Talán a barlang legszebb és leglátványosabb részén vagyunk, a buzogányok termében. Az az érdekesség, hogy itt valamikor egy barlangi tó volt, itt látható az egykori vízszint,
és Sárospocsolya, ugye jelenlegi. Azért érdekes ez a terem, mert képződmények már voltak, mielőtt tó keletkezett, meg voltak a cseppkövek, meg voltak az oszlopok, és a víz szintje alatt kezdtek képződni másodlagos képződmények, a borsókövek. Ezek gömbhéjas kalciumkarbonát lerakodások, tehát mind a kenyérnek a héja, úgy egymáson vannak ezek a kalciumkarbonát lerakodások. És a buzogányok tulajdonképpen úgy jöttek létre, hogy a cseppkőnek a csúcsa belelógott a vízbe, és a borsókövek pedig ránőttek a cseppkő csúcsára, és így hozták létre a buzogányokat. Borsók úgy néz ki, mint egy karfiol, brokkoli vagy egy szőlőfürt. Koralitnak is nevezik. A szárazjáratok turisták által látogatható részében a hűvös, nedves levegőnek megfelelő ruházat ajánlott. Vannak járatok, melyek csak tapasztalt barlangászok által látogathatók. A buzogányteremből nyílik úgymond a túlfolyó ág, ami egy belső rezervátum, a barlang legszebb része. És azt kell tudni róla, hogy ez már nem lábonjárós, úgymond, hanem ilyen csúszós-mászós. Ide szükség van speciális felszerelésre, ami ugye barlangász ruhából áll. A barlangászáshoz speciális öltözetre van szükség, ami egy aláöltözetből áll. Ez egy nagyon jó termikus tulajdonságokkal rendelkező poláranyagból készül, valamint egy kezeslábas védőöltözet, ami hordura. Nagyon jól lehet csúszkálni, mászkálni benne. A különleges barlangász lábbeli nincs, erre a legjobb a gumicskizma. A legfontosabb a fényforrás egy barlangásznak. Ebből mindig kettő van, két különálló fényforrás, hogyha egyik megadná magát, valamint a sisak. Erre az is szükség van. Léteznek a barlangban szűkületek, ahova jól fog, hogyha ilyen öltözetünk van, és akkor bemutatja a kolléga, hogy történik ez. Leopárbőrnek nevezett képződményt hozzák létre. Ezek tulajdonképpen a pornak és a virágpornak a lerakodása. Körülbelül 2000 évre van szükség, hogy ez kialakuljon. Tönkretenni egy mozdulattal lehetséges. A barlanghoz képest igen tágas a zeneterem. Az utóbbi időben rendezvények is zajlottak itt. Elérkeztünk a zeneteremhez, különleges akusztikával rendelkezik. Az utóbbi években komoly zenei koncerteknek adott otthont. A Bagosi Brothers Company az Óriások című számának a videóklipjét ebben a teremben forgatta. A barlangi levegő az átlagosnál több széndioxidot tartalmaz, a páratartalom 95%-os, a hőmérséklet alacsony, 7 és 9 Celsius fok között változik. A mostoha körülmények ellenére élővilággal is rendelkezik a barlang. 5 denevérfajt találtak itt. A járatokban láthatunk közönséges egérfülű denevért, hegyes orrú denevért, előfordul a barna hosszúfülű és a hosszúszárnyú denevér is. Röviden ennyi volt Dióhéjban a barlang. Remélem tetszett nektek. Szeretettel várunk titeket. Sziasztok!
Műsorunk támogatója az Erge Szakbolt.